Boldog új évet, Bakker! Boldog új évet, boldog új évet, Hello. Hát mi újság van, Krisztián? Nagyon-nagyon rég hallottuk már egymás hangját illetve hazudunk. Nem, nem hazudok. Tehát még csak telefonon se beszéltem veled. Nem, nem, abszolút nem. Úgyhogy utoljára itt a podcast keretein belül cseveréztünk, és most visszatértünk. Kis két hét alkotói pihenés után. Fú, ez volt két hét? Nekem nem, hát, úgy, nekem nem úgy tűnt. A naptár szerint volt, de én sem úgy érzem magam. <laughs> mint hogyha lett volna ez két hét. Hú, ez a... Nem, tehát egy, egyrészt engem a kaja küld a padlóra, nem tudom, nyilván állatok ez nem annyira hangsúlyos, de hát ugye én vidéken élek, és akkor ilyenkor van a disznóvágási dömping csúcsa, érted? Ah. Tehát, én már nem is tudom, tíz éve nem vágunk disznót legalább. De azért tudod, mindig van valaki a, ismerősök, családrokonság, stb. Tehát ilyen hurkakolbász, sült szalonna, tepertő, disznó paprikás, tehát így, tudod, így jönnek befelé az ajtón. És ha már bejött, el kell pusztítani. De, de komolyan mondom, tehát már egy évről évre nehezebben viselem ezt a fajta szemezgetést a, a disznóságokkal. És a karácsonyi ünnepkör. Tehát ez a Oké, tehát ez a halászléjevés az még oké, meg a rántott hal. De amikor már jönnek ezek a borzasztó, így töltött, úgy izék kifacsart, és a kaszinótojás, és a nem á, kész, tehát ez a koleszterin bomba oh. egyik. Brutális. Nem tudom, nálatok ez, ez, hogy szokott előferdülni? Nálunk annél ez, egy fokkal látosabb, mi tradicionálisan most már egy pár éve rakott krumplit szoktunk csinálni, mert azt mindenki szereti, és idén csináltunk vega rakott krumplit is. Gabona és, kolbászból. Ja igen, épp azt akartam kérdezni, hogy mit tettél bele, milyen kolbász, akkor gabona kolbász. Gabona kolbászt tettünk bele, azt kell, hogy mondjam, hogy az idei kör az nem volt túl sikeres, mert egy kicsit száraz lett, túl sokáig hagytuk benne a sütőben, és hát a gabona kolbászos koncepció az legalábbis számomra nem váltotta be annyira hozzáfűzött reményeket, egész egyszerűen azért, mert a gabona kolbász nem úgy viselkedik, mint egy jóféle száraz kolbász, és semmiféle zsírt nem ereszt, és szépen egybe marad, és jó fölpuhul benne a gabona, és így olyan volt, mintha ilyen ö, semleges ízű műzli darabok lennének elrejtve a rakott krupliba érdekes volt. Meg az egyik hugom csinált lencselevest, ilyen indiai lencselevest, úgyhogy ez volt. Látosan toltuk a, az ünnepi zabálást eléggé. Ne, ne, nem ez a dömping, mint amit te is hát Nem, nem, előtt. tehát ez vidéken ez, ez brutális, tényleg. Ja, és akkor ugye még vadász is van a családban, tehát így kacsa, liba, nem tudom én, és Ja, hogy és, és, egy vadkacsát, azt nem lehet másképp megsütni, csak, csak írdatlan mennyiségű szalonna kíséretében, mert ugye amúgy meg száraz a, a húsa. Fú, én kész, kész, vagyok ettől a karácsonytól. Hát ez mindig ilyen. Körbelátogatni mindenkit. Jönnek, vagy mész, vagy jönnek. Igen, igen, igen. A, a másik, amitől nem is tudom, már húsz éve próbálok megszabadulni, de egyszerűen lehetetlen, ez az ajándékozás. Ja, ja. Tehát én komolyan mondom, tudod, ez a, biztos emlékszel rá, még a, az átkos kádár korszakban volt egy ilyen paródia, amik a, a valamelyik orosz drámát csináltak meg ilyen paródiában, és mindenki szamovárt a ajándékban. <laughs> és ez a ez a borzalom tód, hogy az, és tód, hogy minden évben mit tudom én axsprét fogsz kapni, meg zoknit, meg alsógatját. Tök fölösleges, amúgy is meg kell venni. És akkor most már erre, erre rászoktam, hogy figyeljetek már gyerekek, hagyjuk már a picsába az egészet, hát nekünk az az ajándék, hogy együtt vagyunk. Nem az, hogy most ki mit, mit vett meg, meg úristen, most ennek is mit vegyek, mi, ajj, ettől én teljesen káó vagyok. Az idén ilyen ö, ultra gyorsan elintéztem ezt a problémát, mert inni azt mindenki szeret, és ö, csikba, de szerintem itthon is van, lehet kapni ilyen négy üveges csikisör válogatást. Hogy van benne normál, van benne mézes, van benne barna, van benne nem is tudom, szűretlen, és még egy tábla malátás csokoládé, és ez egy ilyen szép dobozba össze van rakva. Mindenkinek ezt vettem. Válogatás nélkül, kivéve a gyerekeknek nyilván de ennek így marhára örültem, mert, mert nekem egyszerűen a föláll a szőr a hátamon, hogyha ezzel kell gondolkozni, hogy úristen, most akkor ennek... És látom embereken, hogy ez ilyen egy hónapos történet náluk. Hát brutál tortúra. Kinga mesélte, hogy így próbált közlekedni a városba autóval, és hogy ilyen teljes őrület volt az egész, mert hogy az ünnepi vásárlás miatt úgy tűnt neki, mint hogyha olyan emberek lették volna el autóval az utakat, akik egyébként az év másik 364 napján nem ülnek autóba, és nincsenek a városba, és ilyen tesze fosza teljesen abszolút nem a, a közlekedés ritmusában közlekedő full káosz az egész. Szóval csíkszered, amelyik egyébként ö, ö, még magyar ö, szemmel nézve sem egy nagy népességű ö, város. Az hargita megye fővárosa. De ezt annak idején Ceausescu azért tette meg fővárosnak, mert uh, ugye Székely helyének kellett volna lenni, de hát ki akart baltázni a magyarokkal konkrétan, és akkor az oké, okay, csíkszeredett, de ez három falu összenőve. Tehát így lenézel a völgybe, a piricskéről, és így látod, hogy oké, okay, így a, a három ilyen, ilyen Ház folyam közepén áll, öt emeletes épületek, meg ott van egy ilyen, ilyen szocialista városközpont, de egyébként semmi nem predestinálta arra, hogy ő Hargita megye fő székes városa legyen. De hát nyilván az idők folyamán meg oda telepítettek ipart, meg mindent, meg vittek oda embereket, szóval azért csak fölkapaszkodott egy, egy kicsit, és ez a Csíkszereda, ez mielőtt eljöttem, megpróbáltam bemenni az egyik ilyen nagy multi bevásárló központba, már ottani mértékkel nagyba, és baker se parkoló, sorváltak az autók, így lépésbe lehetett haladni, mondom, oh. hát ez hihetetlen érted, hogy, hogy, még itt is ugyanazt élem át, mint hogyha Szegeden mentem volna, vagy Budapesten, vagy bárhol. Nagyon <laughs> nagy, tehát ez, ez rommá alázott konkrétan, úgyhogy van egy ilyen magyar üzletláncként a Merkur, és ö, oda voltam kénytelen bemenni, mert ott volt parkoló, ott nem volt így dugik tömve minden, de ott csak élelmiszer van, úgyhogy kénytelen voltam így a, az alkoholba folytani az ünnepi készülődést. Viszont hoztam, amin marha érdekes, még így likvid keverő szemmel is, képzeld el, hogy, ö, hogy Székelyföldön, a pálinka, tehát még egyszer mondom, a pálinka, amit uh -huh. lakodalmakon is uh, szolgálnak föl, azt el nem fogod hinni, hogy milyen pálinka. Tehát, Na. hogy így gondolnád, hogy nem tudom, nyilván itt, a, pityó, itt a pityóka megy, akkor pityóka pálinka van, vagy, vagy mit tudom én, akármi. A pityóka az nem gyümölcs. Az nem gyümölcs, az krumpli konkrétan, burgonya. Kolompér. Kolompér. És uh, hát uh, így nézegetem a, a pálinka választékot, és akkor így megakad a szemem rajta, hogy góbé köményes pálinka. Mondom, mi van? Hogy Mondom a kollégámnak, ez mi? Hát az, ez, hát ez a pálinka, azt mondja. A lakodalomban is ezt szoktuk inni. Mondom, kömény magas, azt. És akkor hoztam két üveggel is, meg hoztam persze ilyen gyümölcs pálinkákat is, de de ez a köményes, ez valami brutálisan érdekes. Köménymag és méz van keverve, és nem erős, tehát ilyen 35 fok körüli az alkoholtartalma, tehát nem ez az 50-55 fokos, mint nálunk, viszont baromi finom. Tehát, Hm. Nagyon klassz ez a havasi méz, és a kömény, így alkoholba folytva, teljesen, teljesen rendben van. Úgyhogy, mint a véres kardot vittem magammal mindenhova a köményes pálinkát, hogy ezt kóstoljátok, ezt kóstoljátok, mert ilyet még nem ittatok. És mi a gyümölcs alatta, vagy mi, mi az alap? Semmi? Szerintem tiszta szesz, vagy valami, nem tudom. Tehát én megmondom őszintén, hogy hogy marha érdekes, mert ugye ez egy magyar címkével ellátott pálinka, de az összetétel, meg az egyéb dolgok, azok románul vannak, mert ugye a, a, a nemzeti törvény az azt írja elő, hogy román nyelven legyen a cím. De már magyarul nem írták föl, mert nyilván a magyarok tudják, a románok meg majd elolvassák, úgyhogy én, én meg így kimaradtam a a történetből. De ha valaki okosabb nálam, akkor megmondja, hogy szerintem ez ilyen ágyas jellegű ö, sztori lehet, amit a végén leszűrnek. Aha. De hogy a, a gyümölcs alap mi alatta, hát, lehet, hogy kolompér. Nem tudom. A burgonyából is lehet ezt gyártani, mert keményítő van benne. Basszus. Vodkát például. Na, úgyhogy ö, ez, ez ilyen atom érdekes dolog volt a számomra. És mit kapták karácsonyra? Zoknit. -ha -ha -ha. Most kérdezz meg te, hogy én mit kaptam karácsonyra? De nem csak zoknit kaptam ám, de mit kaptál karácsonyra, Fifi? Kavd. Zoknit. A -a. <laughs> zoknit, és beszarsz, Nintendo-s zokniaim vannak. Super, Super Mario. <laughs> és a, és a, a ilyen Nintendo-s figurák vannak rajta. A Teknős a Super Mario, a Super mario a menyasszonya, meg a Vario Mario, meg mit tudom, Már marha jó néznek ki egyébként, és még csodálkoztam is, hogy 44-es méretben még létezik ilyen zokni, de hát úgy látszik nem csak. Nem csak. Oh, kereslet van rá. Igen, igen. És a nem csak zoknin kívül <coughs> Megleptük magunkat Kingával, egy ilyen közös meglepetés volt, társasjátékokkal, játékokkal kérlek szépen. Wow! Roppant szofisztikált társas játékokkal, egy Eldritch Horror nevezetű Golovtulus társas játékkal, meg az egyik kedvenc regénysorozatomnak, sorozatomnak, a Dresden Files-nak a sztoriaiból megkonstruált ilyen kártyajátékos társas és mind a kettő kooperatív, ez igazából azért jött, mert hogy ez nem is tudom, szó volt erről róla korábban, vagy nem, hogy gyűrűk urás monopolisztunk, de szerintem, ha jól emlékszem... Igen, erről beszéltünk, róla. így van. És akkor én eldöntöttem, hogy soha többet nem kooperatív társas játékot, mert ez borzalmas. Úgyhogy két ilyen kooperatív társas játékot Kal leptük meg magunkat, aztán azt látunk, aztán karácsonykor összejött a társaság, és, és rommátársasztottuk magunkat. Ez volt, ami ami nem szokni volt? Hát uh, én minden uh, ilyen nagy, nagy ünnepkor, uh, uh, így tudod, és akkor magamnak próbálok valami olyat intézni, amiben én is tudok. Uh, élvezkedni, vagy hát tudod, vannak az embernek titkos vágyai, amit nem oszt meg másokkal, se fogják kitalálni, hogy mit akarok, inkább megveszem magamnak. Hát de most elfújta a szél, a, a tartalék lóvét oh. elment a kocsira, úgyhogy nagyon fájó szívvel nézegetem a, a Roland jdx szintetizátort, és majd egyszer, hogyha lesz annyi tartalék, akkor. <kül> akkor megveszem magamnak. De az most el, elment, pedig már úgy elterveztem, hogy milyen klassz intrót fogok a podcast alá szerkeszteni, de ez most nem, nem jött össze, úgyhogy úgy, hogy, úgy hogy saj, sajnos New ez projekt kimaradt. Erre az évre. Visz... Igen, igen, viszont helyette vettünk tűzifát, így karácsony előtt azért te tudod, milyen ára van a tűzifának? Fogalmad nincsen. Nem, hát elképzelésem is. Szelezék, tehát ami nem egy ö, első osztályú tűzifa, hanem tudod, rengeteg háncs van rajta. Aha. Ke, mondjuk kemény fa a szelezék, és ebből egy ilyen két köbméteres 38.000 38 ezer forint. Ebből a kettőt meg kellett venni, mert egyébként nem húztuk volna ki tavaszig, biztos plusz a szállítás, úgyhogy hú, bakker, ez ilyen 81-2000 forint így <tört> kiröppent erre a célra a családi kasszából. Szép. Ilyenkor mindig úgy érzem, mintha a fogalmat húznák, de egyébként meg, meg hát, aki otthon, mit tudom is én, kandallóval tüzel, azt tudja, hogy, hogy azért annál jobb érzés nincs, mint amikor így a kandalló tüzéhez oda kucorodsz. De hát jó van. Meg ugye itt itt vannak a, az unokák, akik még kicsik, uh -huh. és azok is élvezik most már lassan. Hát iszonyú aranyosak. Három, három hónaposak vigyorognak, iszonyú mennyiséget kajálnak, és hihetetlen módon híznak, tehát <laughs> brutális, érted? Ez a két kis macska Jancsi, ez nem is tudom, 6 kiló környékén járnak, és 2 kiló 20 születtek. Hát, hát akkor nem értem hát, őket. Nem, 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 nem. Tehát ilyen Michelin baba kinézetük <laughs> van konkrétan. De hát jó van, ez a dolguk most még, hogy gyarapodjanak. Maja. Na hát, ha így biztos eszedbe fog jutni még valami. Szinte biztos. Tud kerály. Akkor uh, zárjuk le ezt a blokkot, és uh, azt beszéltük meg, hogy uh, ha már egyszer ez az év első adása, akkor így végig mennénk a tavalyi történeteken. Csak ilyen érintőlegesen és összefoglalás szerűen, is te már jegyzeteltél is, úgyhogy légy szíves vezest föl, majd én a te etapot szólok hozzá, aztán majd én is mondom az enyémet, és akkor te is hozzászólsz az enyémhez. Igen, én elsőnek a Debreceni Egyetemi Kutatást írtam föl, és most esetle nekem, hogy az tavaly előtt volt. Ugye, ugye? Tavaly előtt decemberben volt. Hogy basszus? telik az idő? Bizony, bizony. Úgyhogy ö, én mentem vissza még egy kontrollra márciusban. Úgyhogy igazából még egy picit tartott még márciusban is. De hát igazából ö, a későbbi körök azok ö, már tavaly történtek. Úgyhogy volt ez tavaly is. Jó, tehát ez egy ilyen ö, éveken át de nagy jelentőségű kutatás egyébként. És. Ö, Hát én, én amire ebből az egész sztoriból emlékszek, az az, hogy mennyire nehéz volt ezt a pár embert is összeszedni erre a, a dologra, és kvázi ez megcáfolja azt, a, azt az állítást, hogy hát ez nem egy hatékony eszköz a leszokáshoz, mert ha tényleg nem, nem az lenne, akkor valószínű, hogy könnyebben találtunk volna pácienseket akik vannak dohányozni mert ugye az volt a kuriózuma ennek hogy egy hétig be kellett vállalni újra a dohányzást hogy legyen mivel össze hasonlítani az alapállapotú e cigis tüdő e paramétereit és és hát igen ez egy kemény kemény, kemény kihívás volt a dologban azért de nem volt teljesíthetetlen, azt hozzá kell tenni. Mondjuk megértem, hogyha valaki azt mondta erre, hogy ő nem szeretne dohányozni. Nem, ez, 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 abszolút védhető. Tehát én azt hiszem, hogy soha senkit nem trókottam meg ezért, hogy nem ment, vagy nem akarta ezt bevállalni, mert, mert, azért ez valóban olyan, mint hogyha a kábítószer függőnek mondnák, hogy oké, okay, akkor most egy hétig szívja marihuánát. vagy hát nem marihuánát, mert az nem annyira addiktív, de mondjuk hasist, vagy, vagy bármi más keményebb szert, miután lejöttél róla. Csak egy hétig kéne hernyolni. De csak semmit, semmi. Semmi. Adunk minden napra három bélyeget. Szavasz. Na, na, szóval nehéz, nehéz. Nehéz, viszont a jó dolog a dologban. Egyrészt rendkívül jó társaság volt nekem például, akikkel összeverődtünk, és Miklóssal, ugye Leventével és Endrével, úgyhogy mi azóta is tartjuk a, a kapcsolatot. Nyilván, mint az elektromos cigaretta közösség tagjai természetes, hogy oltatlanul össze találkozunk, de hogy mi amikor túl voltunk az egészen, akkor akkor kitaláltuk, hogy nem hagyjuk ezt veszni, és rendszeresen össze fogunk járni, mint a Túléltük Debrecent címen. És a nyáron ez egy kicsit így nehezen összehozható volt, de azért nyáróta már sikerült összeülnünk egy csúcs találkozóra. És ebből a szempontból is nagyon érdekes volt. Meg nagyon klassz volt, és ami még klasszabb, ugye, hogy indul a második felvonás, amikor már dohányozni se kell. Úgyhogy itt mindenki, aki azóta is álmatlanul forgolódott éjszakánként, hogy basszus, csak el kellett volna menni Debrecenbe, és be kellett volna vállalni azt a borzalmas egy hét dohányzást, mert már soha több lett, nem lesz rá alkalmam, hogy elmenjek az megnyugodhat, és jelentkezhet, mert itt van a következő felvonás, amikor már csak elektromos cigarettázni kell, és dohányozni egyáltalán nem. Igen, ez mondjuk egy, hogy mondjam, üdítő színfolt lehet mindenki számára. Itt most már tényleg csak ezt a minimális áldozatot kell meghozni, hogy el kell jutni Debrecenbe. De próbálunk ezen segíteni, tehát uh, ahogy a konkrét uh, csoportok kialakulnak, akkor uh, erre lesz uh, javaslatunk egyesületi szinten is, hogy uh, még ezt az áldozatot is hogy tudnánk egy picit uh, enyhíteni. Úgyhogy. Uh, pff, nem, 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 nem ingyen <laughs> Nem, mert azt nem tudom elszámolni. Tudod? tehát nem az ingyensér, de, de lesz rá megoldásunk, hogy ne kelljen nagyobb anyagi áldozatot hozni, és tényleg csak az időt kelljen beletolni ebbe a, a történetbe. Tér, hogy történetbe, történetbe. Az is nagyon jó, az is nagyon jó. Nem, most a izére gondoltam egyébként oda, a tavaly évben mérték meg először a gravitációs hullámokat, én egy ilyen szörfre gondoltam, ilyen gravitációs hullámszörf. Oh. Sokkal menőbb, mint a térhajlítás, érted? Ez mindig igaz. Na, és mi volt a következő, amit fölírtál? A következő, amit fölírtam rá, Debrecenről még annyit egyébként, hogy a hivatalos publikáció tudtommal még mindig nem történt meg, de a legutolsó információnk az az, hogy már nagyon egyben van az anyag és publikációra kész, nagyon-nagyon várjuk. A következő téma, amely meg egy kicsit egy következő esemény, vagy a következő visszatekintés, amely egy kicsit kapcsolódik Debrecenhez is, az ugye a Varsói Globál Fórumon Nikotin, a Valsói Nikotin konferencia volt tavaly, és szintén lesz idén is. És az még egy ilyen kiemelkedő pillanata volt a tavalyi évnek szerintem. Én a, az Egyesület jó voltából immáron másodszor kimehettem. És Így van. És megint-megint nagyon, nagyon jó társaság a, a, az európai és a nemzetközi ártalomcsökkentés él egy, egy kiemelkedő színejava összetalálkozott, összeverődött megint Varsóban. Egy nagyon klassz három nap volt. Rengeteg-rengeteg érdekes előadással, jó beszélgetésekkel, kellemes lazítással esténként. És most, most már nem igen. a cicás pólódba mentél, azért ezt is tudjuk hozzá. Most már nem Csáli addig szívta fejlődött, az fejlődött a Fejlődött a negligé. Igen. Fejlődött a neglizé. De azért a farmer nadrágomban, meg a cipőmben természetesen bele tudod kötni, úgyhogy. Simán én nem, nem, tudom egyébként mire számítottál. Tehát, hogyha ha nem volt makulátlan a, a megjelenésed, és nem tartottad magadat a dresszkódhoz, akkor mire számítottál? Hát ugye, hát ugye. Az a jó ebbe így, hogy még így néhány évig ezt lehet csinálni, mert így mindig egy-egy ruhadarabot kicserélek évről évre, és így Sárli sem unatkozik, mindig lesz minél nem is kritizálnia, hanem legyünk pozitívak, mindig lesz mihez ö, konstruktív javaslatot tennie, hogy a következő évben hogyan lehetne jobban. Igen, ezt valami ö, bölcserektől hallottam egyszer, hogy, hogy azt mondja, legény koromban ö, két évente ö, csináltattam a csizmát a lábamra. Aztán, amikor megemberesedtem, akkor már csak öt évente kellett új csizmát vennem. Azt, hogy most megeregettem, 60 évesen megvettem azt a csizmát, amiben majd a föld alá fognak tenni. Addig fogsz te is járogatni róla, hogy kibaszott Nikotin konferenciára, Krisztián, hogy a végén a totális negligéd meg lesz. Meg lesz a. Igen, a ravata, és hibátlan. Tehát akkor már Charlie Todd mindenbe belekötött, csokornyakkendő, frak, cilinder, lakcipő. Am, csak Kemény gallér. Kézelő. Bajusz kötő minden. Magyetta. Mi van még? <síns> Nem tudom. Nyeles gatya. gatya. Na, de a, a visszatérő a nikotin konferenciára. Igen. Te, ugye most már két konferencián voltál. Merre láttad az irányt a két konferencia Uh, azért csak rajzolt a számodra valamiféle vektort, hogy, hogy hova tart. Érdekes, érezhető változás volt az első meg a második között, ami én voltam, hogy a tavaly előtti az még egy picit belterjesebb volt, tehát ott még távol maradtak azok a a különféle területeknek a képviselői, akik egy kicsit szkeptikusabban szemlélték, vagy valamiért nem akartak belekeveredni ebbe a, a, az egészbe, és tavaly meg már teljesen vegyes volt a felhozatal, tehát már nem csak a, a, az előadó kutatók, ö, szakértők, és a, a, az érdeklődő kutatók, szakértők, és ö, az elektromos cigaretta közösség aktív ö, tagjai voltak, hanem egy nagyon szép vegyes felhozatal volt, mind a, a közegészségügy területéről, mind a dohányzási szaszorítással foglalkozó ö, emberkék részéről, és hát ugye természetesen ott voltunk mi is, mint a az elektromos szívület a használók és a, 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 a tudomány képviselői is, úgyhogy így egy ilyen fokkal homogénebb ö, vagy nem, bocsánat, pont fordít, vagy fokkal heterogénebb képet nyújtott már, és így nagyon békésen el volt a, a a társulat, és hogy egy, én egy olyan ö, irányvonalat érzékelek ebben az egészben, hogy a, azok a nevezük szakterületnek az egyszerűség kedvéért, de hogy azoknak a szakterületeknek a képviselői, akiknek valamilyen szinten akár távolról is köze van ehhez a kérdéshez, és közülük is a, a, a nyitottabbak, tehát nem ezek a, a szemellenzős emberkék, mint akikkel mi itthon meg vagyunk áldva, úgymond mennek, beszélgetnek, párbeszédek kezdődnek, és hogy egy ilyen kialakul, kezd kiformálódni egy ilyen alternatív réteg, aki nem ez a luddita vonalatója, hanem tényleg a tények, tudományos bizonyítékok, a lehetőség a segítésre, stb. stb. ezen, a vonal, ezen vonal környékén, vagy ezen téma környékén tömörülnek, és azt még meséltem is annak idején, hogy befutott nem az első nap, de azt hiszem második este, nem, David Swinor már ott volt, az együtt összejövetelre, az esti összejövetelre befutott David Sinner is egy délafrikai afrikai kutató barátjával, aki először volt, és ő elmesélte ott az asztaltársaságnak, hogy ő teljesen le van döbbenve, hogy mennyire ö, kultúrát és barátságos, ö, jó hangulatú egy ilyen holmi, mert hogy ennyire heterogén és általában egymással szembeálló ö, csoportokból, mint a dohányzás visszaszorítása és mint az ártalomcsökkentés. Szóval, hogyha ilyen közösséggel találkozott bárhol, akkor mindig ment a fújás és a, 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 az egymás utálása. És hogy itt cickaharc. Ja. Igen, igen, igen. És hogy itt ő teljesen le volt döbbenve, hogy itt ő ezt nem tapasztalta, és, és hogy ezek az általában egymással ellentétes álláspontot képviselő szakterületek teljesen jó párbeszédbe elegyednek, és, és és megtalálják a, a közös nevezőt, úgyhogy ő abszolút kurjúzunként élte meg. És mondom, nekem a, a tavaly előttiről a, a tavalyihoz képest ez volt egy nagy változás, hogy elindult egy ilyen irányba, hogy, hogy nem csak a, a hogy szoktak minket hívni, nem csak ilyen astrotörf eh, git-egy lett, eh, hanem, hanem tényleg egy ilyen na nagyon komoly eh, szakterületi képviseleti felhozatal eh, volt már. Kíváncsi vagyok nagyon, hogy, hogy milyen lesz az idei, hogyan merre tovább. De ezt már lehet látni a, az előadásokból, nem, és az előadókból, hogy hogy mennyit emelkedett esetleg a, a színvonal, vagy a, az összetétel? Hát még most zajlik, február elejéig lesz a, az idei kivonatoknak a leadása, ugye amit lehet jelentkezni az előadóknak, hogy mi, mivel szeretnének megjelenni a pódiumon. Úgyhogy én még nem tudom, hogy mik lesznek idén, de hát az előzőekből kiindulva, baromi sok nívós előadás, publikáció és, és téma várható. Nagyon kíváncsi a várom február elejét, és akkor kiderül, hogy mi, mi lesz a sztárműsor idén varsóba Hát reméljük a legjobbakat szoktuk mondani. És mi a következő etap? A következő etap már mint a tavalyi évvel kapcsolatban? Igen, vagy igen, igen, kapcsolatban. igen, 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 Ja, várjál, és az ideinek ugye még külön érdekessége lesz az is, hogy most egy rövidfilmfesztivált terveznek a szervezők Eronnal, a Billion Lives alkotójával, rendezőjével karöltve, Úgyhogy egy ilyen aspektusa is lesz az ideinek. Spoilerezni nagyon nem akarok, úgyhogy erről többet nem mondok majd, amikor tudunk majd ö, okosat mondani, meg biztosat, meg jópofát, akkor majd bővebben is foglalkozunk ezzel a kérdéssel, de úgyhogy most ilyen is lesz. Te ez az, ez az Aaron, az, az az Aaron, aki csinált egy filmet, hogy lehúzza a vapereket? Igen, igen, ez az, ez az az Aaron. Amelyik ö, aljas és gyalázatos módon nem osztotta meg ö, ilyen torrent oldalakon a, a filmjét? Hát most képzeld el. És a magyar szinkront se tette oda, vagy a, nem is szinkront, hanem a fölíratot sem tette ki. Ne, ne menjünk el ilyen irányba, Fifi, inkább ne menjünk el ilyen irányba. Szerintem, de igen, ő az az érom. Á, ah, jó. jó, most oké. Okay. Megjegyeztem a képét. Azt hiszem találkoztam vele már egyszer. Jó. Össze ne <laughs> Jó, és akkor Varsó után? Varsó után, amit én még fölírtam, a sorrendben nem vagyok annyira biztos. Ö, igazából ö, perek és alkotmányogi panaszok voltak még tavaly. Úgyhogy volt a... Útén leg, útén leg, útén a két... leg. Volt két alkotmányjogi panasz, és volt két ö, adatigénylő, közérdekű adatigénylési per. Fizettünk, legik... mint katonatiszt. Igen. Igen, igen, igen. Csak az emmi nem vette észre, ugye? Igen, igen, igen. Többször kellett nekik, volt. Vagy, baszki, <laughs> hát, mi elutaltuk. Tehát nem tudom, hogy nálatok ez hogy azt tudod, mit kellett volna élni? Tessék már, mondani, hogy melyik zsebbe kellett volna tenni, mert utaltuk. Tehát lehet, hogy mi vagyunk a hívások, de utaltuk. Hát figyelj, ha abból indulunk ki, hogy az elcigarettával kapcsolatos anyagok környékén miféle káosz és mocsár volt a megboldogult, azóta jogutódlással megszűnt Nemzeti Egészségi Fejlesztési Intézet házatáján, akkor hogyha ugyanezt a színvonalat képviselték, nehogy Isten a pénzügyi közalkalmazottak is az intézeten belül, akkor nem csodálom, hogy a jogutódlást követően azt se tudták, hogy ki kivel van és mi mi van. De minden esetre, ha az emmi miután magába olvasztotta a nefit elegáns mozdulattal, megpróbált az Egyesületről még egy bört lehúzni és kifizettetni velünk ugyanazt a perköltséget, mint amit egyszer már, egyszer már te békésen elutaltál, sikertelenül. Abszolút, abszolút határidőre és mindenféle. Szóval azt tudom, hogy, hogy sok mindennel lehet viccelni, de nyilván a, az ilyen dolgokkal nem, mert ennek mindig a. a nem is tudom, hogy szokták mondani, de mindig a rossz végén állsz a, a dolognak, hogyha megpróbálsz nem befizetni. Igen, Hengyel, ezzel nem jó viccelődni. De viszont nagyon nehezen ment, hogy időre befizessük, mert hogy a nefi nem volt hajlandó elárulni nekünk a számlaszámukat. Tehát azért, azért az, milyen már, érted, hogy oké, okay, tényleg úgy, úgy volt, hogy menjünk még tovább, vagy ne menjünk, ne menjünk, ebből úgy se lesz semmi, kifizetjük a perköltséget. Már most nem emlékszem, 37 ezer forint volt talán a, a perköltség. Tehát nem egy ilyen milliós, mint amit most, most szabott ki a számvevőszék a pártokra, hanem tényleg egy ilyen, egy ilyen aránylag szerény perköltség volt. És a Krisztián meg köztem ilyen, ilyen pingpongozás, ment. te kérd már el a számla számot. Oké, okay, írtam nekik, és megszívsz a levelet, és nem jött. Nem, és... Mária, nem, nem, nem. nem. Először telefonáltam. Ja, telefonálta, igen. Telefonáltam, át is kapcsoltak szépen a pénzügyi osztályra, és szépen elmondtam, hogy ki vagyok, miért lenne szükségem a számlaszámra, stb. Hát ők ezt így nem adhatják oda, mintha nem lenne nyilvános adat, egy közfeladatot ellátó szerv, bank számla, számla. Értem, hogy te, te, te te, tudom, a fontos arany akkor, lenne, vagy? És akkor ilyen az filúr, hát, e fiatalság. nem levenni akarunk számláról, hanem ráfize. Érti? Tehát, hogy adnánk egy kis pénzt. Nem tudom, lehet-e, vagy, vagy szabad-e. Hát van róla a bírósági végzésünk, hogy be kell fizetni. Hát árulják már ezt a kurva titkot. Tehát nem a PIN kódját kértük. Nem a számát, érted. Úrista. Őket nem adhatják. Írja ki, írjak levelet. Hát mondom, jó van. E-mail jó lesz, jó lesz. Írtam egy e-mailt, csak ugye szerintem a nefinél én már ilyen, hogy hívják voltam, mint a Star Trekben, amikor baj van, és jön a vörös riadó, kapnak tőlem egy e-mailt a nefibe, akkor ó, megint írt a pifkó, úristen, ne foglalkozzunk vele, vagy nem tudom, mert igazából választ se kaptam arra a levélre, hogy szeretném megkapni a, az intézet számát, és a, a végén, hál' Istennek, pont jött még időben egy, egy tárgyalás, amin ugye ott volt Demjén Tibor a az intézet képviseletében, és akkor oda... És oda odaadta. <laughs> nem, nem oda mert ő nem mondta, tudja, mondta, ha... Nem hanem mondta meg, hogy hát... De én úr, arról lenne szó, hogy én nagyon próbálom megszerezni a bankszámlaszámokat, de nem adják, nem tudna tenni valamit. És neki állt telefonálni, és öt perc múlva mondta, hogy küldjük, küldjük. <laughs> Olyan, tehát, de, de, emlékszel a, a Charlie, Asszem az uránia bérleti díjával volt hasonló uh, sztoriba, amikor 50 hívta a fickót, és 20 megígérték, és nem készült el, és ah, És azt hiszem, hogy a premier koratták ide nekem a a Pedig számlát még talán. Nem is utálnak minket annyira. Vagy, vagy, sem ennyire. Igen, tett. igen, sem ennyire, tehát hihetetlen komolyan, tehát nem tudom. Erről az okay. a régi e, vagy lárpullár, vagy hólószínházas e, kiskakas és a gyémánt félkrajcár feldolgozás jutott eszembe. Török császár, török császár, adod a gyémánt félkrajcáromat. Nem adom kaphatnénk be számát? <laughs> nem adjuk. <laughs> Ó, Istenem. Szóval igen, kicsit elkalandoztunk, de hogy ez volt az egyik per, ami elég absztrakt volt, és kísérletnek jó volt, de hát igazából nem annyira ütötte át az inger küszöbet a bírónőnél, hogy hogy a, átlásson a, a, az absztrakt gondolaton és belelássa, hogy igazából igazunk van. Úgyhogy ott, ott nem nyertünk ellenben nyertünk végül a nagyon sokáig húzódó másikba, ami még mindig tart e, igazság szerint, mert hogy e, még pont a, a két ünnep közöttre jött, hogy e, nagyon küldött nekem a, a, az ítélőtábla e, egy e, hivatalos levelet, úgyhogy én ebből azt gondolom, mivel hogy adatokat nem küldtek, ebből nem tudok másra gondolni, mint hogy természetesen csettintettek egyet és fellebbeztek a, első az elsőfokú ítélet ellen. És mire odaértem a nyomorút postára, addigra már visszaküldték a levelet, úgyhogy most várom a következő köröket, hogy megküldjék végre, hogy, hogy mi a fene van azzal. Úgyhogy ez még egy nyitott kérdés, erre az évre is jut belőle. Ez a másik ugye az összes létező ö, jegyzet, munkaanyag, feljegyzés, e-mail, stb., ami a, mind a, a T7404-es javaslattal, amiből aztán a, a tavaly előtt május 20-ai borzalmas szabályozás megszületett, mind a, a, a szakmaiatlan, férc fércmunka, nefis, elektromos cigaretta, egészségügyi kockázataival foglalkozó dokumentumával kapcsolatos. Nagyon jó lenne ezeket megkapni, és és egy ilyen timeline-t, vagy egy ilyen mepet építeni belőle, hogy, hogy, mégis hogyan sikerült, öh, hogyan sikerült nem megfelelő minőségben elvégezni a, a közfeladatukat ebben a kérdésben. Öh, úgyhogy ez még egy nyitott dolog, és, és ott van a két alkotmányjogi panasz, ami pont a két ünnep között nézegettem a leveles ládámat, és a második alkotmányjogi panasz, ami a az ízesítések tilalmáról szólt volna az az ellenben nyújtott alkotmányjogi panaszt, is elutasította egy ilyen ö, tömörebbe ö, indoklással az alkotmánybíróság, amikről még mindig nem sikerült megírnom a, a, a blogposztot, de most már nagyon megszeretném, hogy kielemezzem, hogy mégis mi az Isten történhetett itt. Úgyhogy ezek voltak igazándiból a jogi útvesztőjében tavaly, aminek szintén lesz idei folytatása is, ha nem feltétlenül a hazai ö, jogorvoslat, a hazai jogorvoslatokat kimerítvén, ugye az egyetlen lehetőségünk az az európai bíróságra tovább vinni ezt a, 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 történetet, amit szándékozom is. Úgyhogy ebből is jut idénre, és nekünk ilyen, ilyen nagyon hosszú, mint a Dallas, olyanok ezek a ezek a kezdeményezések. Ez ilyen soha, soha Soha véget nem érő, tehát ez a neverending sztorik lesznek, <coughs> ha ja, minden ja, igaz. Ja. És ezen kívül? Ezen kívül ugye eljött nem előszörre, hanem másodszor, május 20-a tavaly is és uh, tavaly május 20-ával, és akkor ez egy olyan téma, amivel teleszel szerintem uh, otthonosabban, képbe. képbe mozgó, otthonosabban mozgó benne, uh, megjött a második felvonása a május 20-ának, a 2017-es, amikor is életbe lépett a mostantól nem elegendő, hogy uh, már a piacon volt, hanem csak olyan termékek uh, maradhatnak a piacon, amelyek átestek a az Európai szinten is elképesztően brutálisan és indokolatlan magas igazgatási szolgáltatási díjal megterhelt regisztrációs folyamaton, aminek én, mint felhasználó, annyit láttam a másik oldaláról, hogy így puk-puk-puk-puk-puk trafikkinálat elpukkant, a választék az így elsúnyat, és én ezt láttam, de te ebben jobban benne voltál, úgyhogy át is adnám neked a szót. Május 20 Tehát a, történet, a történet, a történet, a történet ez 2016 decemberébe kezdődött. Azt nem tudom ki mennyire volt képben, de hogy 2016 december 20-ig kellett befizetni a díjat, hogy te május 20-án föntarthasd a polcon az árut. S 2016. december 20-án még mindenki úgy tudta, hogy likvideknél ízenként és erősségenként kell megfizetni a, az eljárási díjat, és ha jól emlékszem, talán kettő darab cég volt az, amelyik befizette az összes likvidje után ízenként és erősségenként a, a, az ógyeinek a, ezt a díjat. És aztán január közepén, végén visszautalták. Tehát így, így akkor, akkor kezdődött az a sztori, hogy mindenki elkezdett rohangálni az ogyei honlapját nézegetni, és akkor kiderült, hogy nem, erősségenként kell csak megfizetni. Tehát ha neked van akármennyi likvided, a, a hányféle erősségbe forgalmazni akarod, tehát 0-as, 6-os, 12-es, 18-os, az 4 erősség, itt a 0-as is játszik, még, az 4 erősség, és akkor 4 475 ezeret becsengedsz, és vidáman várod a május 20-t. De csak az, aki december 20-ig befizette ezt a díjat. Na most ez marha érdekes, mert én megmernék esküdni egyébként, hogy a, a többen is többször olvastuk a, a honlapon a hirdetményt, hogy december 20 előtt még, még ízenként és erősségenként volt, illetve egész pontosan nem ízeket írtak, hanem azt hiszem fajtánként és erősségenként írták a, a regisztrát, és ebből mindenkinek az, az jött le, hogy ahány ízed van és ahány erősséged, annyi szó kell megfizetni. Na aztán az Ugyei honlapján az volt, hogyha ha te a piacon voltál, és május 20-ig elindítod az eljárást, akkor ott maradhat a polcon. Tehát, hogyha május 20-ig befizeted, akkor. akkor semmi gond. Aztán kiderült, hogy nem, tehát ki kell várni a hat hónapot. Tehát ha januárba fizettél, akkor május 20-án levetted a polcról, <kül> mellesleg ott ö, keletkezett egy büdös nagy joghézak. Tehát ha én esetleg, de nem is tók ilyet, illetve talán egyet, aki magyarországi gyártó. Tehát, hogy az mit csinál, érted? Ha nincs jövedéki raktára. tehát ezt így ja. annyira vicces, érted? Hogy visszaküldi neki az összes trafik a likvidjét, és ott áll, bazd meg egy, egy konkrétan jövedéki adó alá eső termékel, am, am, amit neki jövedéki raktárba kéne tenni, meg meg kéne fizetni utána a jövedéki adót, hiába ö, a, van az, hogy a, a terméke nem, nem tud mit kezdeni jogilag, mert ugye nem teheti kiskereskedelmi forgalomba. Tehát vagy kiviszi az országból, érted, május 19-én átrohan a határon, és azt mondja, hogy hubaz meg, megúztam. V vagy, vagy ül, 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 otthon, és várja, hogy mikor jön az adóhatóság. Tehát egyszerűen ez egy, ez, ez egy káosz, érted, mindenféle szempontból, ráadásul nincs halasztott jövedéki fizetés, tehát nem az van, hogyha neked van egy jövedéki raktárod, ami így alsó hangon, tehát a helyiség és mindenféle egyéb költség után még ilyen, azt hiszem, most tényleg nem akarok hazudni, 20 millió biztosítékot kell betenni, a semmire. <tosz> Ez hihetetlen és oda beraksz, mit a én, 5000 palack likvidet 20 millió ér és majd akkor fizeted meg a jövedéki adót, ha onnan kimozdítod, tehát eladod valahová, nem, bakker, bejött az országba, neked fizetned kell. Tehát itt nincs, nincs uh, uh, halasztás. A dohányárúnál lehet ilyen, de a likvidnél nem. Szerintem Európa legszarabb uh, uh, törvényét lapátolták össze nálunk, a szaralapokra még rádobtak két, két lapátta, és, és az a, a, másik, amit szinte komolyan mondom, tehát ilyen, ilyen fölidézhetetlen, mert aki levelezett az ogyével, mindenkinek van egy kurva jó sztoria erről, hogy hogy kérdezel valamit, és uh, hülyeséget válaszolnak. Megint megkérdezed, jobban körülírod, próbálod uh, behatárolni, hogy de te itt éppen mire gondoltál, mert a túloldalon meg fogalmuk nincs. Tehát uh, olyan, olyan emberek uh, intézkednek elektromos cigaretta ügyben, akik önmagában az eszközzel, az eszközhöz tartozó fogalmakkal uh, alkatrészekkel, leírásokkal, összetevőkkel nincsenek tisztába. Tehát nekik nem lehet megírni azt, hogy mit tudom én, hát ilyeneket meg pláne nem, hogy kvatkoil, meg, meg a, csak simán egy És Csak simán az azt hogy porlasztó, és akkor elkezd keresgélni az autókatalógusba. Tehát fogalma nincs róla, hogy mi van. Nem mellesleg, ha megkértek volna, nagyon szívesen tartottunk volna egy továbbképzést egy cigaretta ügyben, hogy mégis mi, micsoda, meg, meg, hogy úgy próbálják józan paraszt átgondolni a, a válaszaikat. És vagy nem válaszolnak, nekem, nekem volt egy ismerősem, aki, aki egy ilyen nagy, nagy kereskedelembe dolgozott, akinek konkrétan letiltották a telefonszámát. Tehát ne. uh, nem, nem nem tudott velük beszélni telefonon. Érted? M mert mert a ahogy megcsörgett őket, nyom, nyomta ki a a az illető számát. Uh, úgyhogy mindenki a a az e-mailre korlátozódott. Az e-mailre meg, meg konkrétan uh, volt olyan, hogy egy hónap, másfél hónap késéssel válaszoltak. Tehát, érted? Már te elfelejtetted, hogy mit kérdeztél, amikor egyszer csak jött egy válasz, és így nézd, hogy ezt most vajon mire írták? Mert a választ meg te nem értette. A kérdést ő nem értette, a választ meg te nem értette. ilyen abszolút uh, elbeszélések uh, mentek uh, ezen a fronton. Úgyhogy minden tiszteletem azért, aki, aki ogyé kapcsolatban elektromos cigarettát és uh, ügy, ügyeket intézett, mert uh, abszurdum, ami ami ott ment. Tehát nekem mindig a, a hülye járások hivatala jutott eszembe róla, hogy <coughs> konkrétan egyszerűen olyan, mintha egy ilyen kukába dobálnád a, a kérdéseidet, és egy ilyen búzsit generátor válaszolna, de, de jó hosszú idő után, tehát nagyon ö, meg, megrágva a kérdéseket. <coughs> Úgyhogy láttam több ilyen, ö, ilyen levelet és választ, és hát persze próbáltak, ha valaki már egyszer megkérdezte, akkor akkor inkább nem kérdezték meg, hanem, hanem így próbáltunk egyfajta ugye is tudásbázist összerakni, hogy akkor most ők ők mit mit látnak ebből, vagy mit szeretnének, vagy, vagy hogyan szeretnék. És ami szerintem abszurdum volt ebben az egész dologban, hogy nincs ma Magyarországon egy olyan átfogó Uh, hogy is mondjam, uh, leírás, vagy, vagy szamárvezető, vagy bármi, ami valakit segítene abban, hogy na barátom, ha te be akarsz hozni, vagy beimportálni, vagy ezzel akarsz foglalkozni, akkor egy készülékhez, egy likvidhez. Mit, mit kell letenned papíralapon, stb. 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 Az ugyeinek is van egy etapja, aztán jön ugye a, a kémiai biztonsági része ennek a, a dolognak, ugye akkor van egy EU-s regisztrációs oldala, fú, basszus, tehát tényleg én úgy éreztem már néha magam, mint egy ilyen soha véget nem érő Mário játékba, tört, hogy átmásztál a, a falon bazd meg, és ott van egy másik, és megint futsz 500 métert, meg, meg ug, ugrándozó teknősbékákon, meg kaktuszokon, meg nem tudom, megint egy fal főmászol, megint van egy fal a túloldalon, a picsába érted. <tosz> Tehát uh, borzasztó. Egyrészt, másrészt, uh, meg én legalábbis azt vettem észre, hogy uh, hogy uh, és most nem nem a a trafikok mellett, meg, meg a kereskedők ellen, meg, meg, úgy általában a piac ellen akarok beszélni. De hogyha semmi más nem tettek volna, csak, csak a, a trafikokba kényszerítik az eszközöket. És nem lett volna, mit tudom is én, regisztrációs díj, meg, meg mindenféle ilyen mondva csinált pénzlobogtatás, akkor igazából nem, nem drágult volna ö, meg a se a likvid, se a, a készülékár. Az egy más kérdés, hogy a, a szakszerű kiszolgálás ö, az csorbult minden féleképpen. Mert azt szerintem a törvényalkotó se látta át, hogy ez nem olyan, mint a cigaretta. Tehát konkrétan fogalma nincs róla, hogy ez mi. <tört> és ö, és hát mondjuk ez múltkor gondolkoztam, hogy ez pont olyan lett volna baszki, mint azt mondani, hogy jövő héttől hegedűt csak a trafikba lehet árulni. Hát de kipróbálni nem lehet érted meg egy csomó ilyen hülyeséget szépen én, szól és akkor, nem és tudom. akkor hát nem tudom, mondja már melyikkel, a barna vagy a fekete érted de az még mély százzer forint mit tudom én, kéri vagy nem kéri tehát ez egy, ez egy ne torcsa fel de, a sort de nem, tehát ez a, ez a, ez a fajta hozzáállás, ez, ez borzasztó. De igazából ugye két ár van, a nagykereskedő és a trafikos árése, és ez, ez, még, ez még azt gondolom, hogy egy viselhető árés lett volna, mert most épp a nullások árait nézegettem, hát igazából érted, ez a 800 ezer forint volt annak idején, ugye. Ezt sokszor fölhánytorgattam, hogy, hogy nem tesznek különbséget a, a nullás és a, a nikotinos likvid között, holott a, a nikotin is egy elég szép tétel az árban. És amikor én először ez súlyozni akartam a saját shopomba, akkor a, a, az a párkereskedő, aki legelőször vásárolt tőlem, az azt mondta, hogy meg ne próbáljam. <laughs> Ugyanannyi kell adni a nullásokat, mint a nikotinost. Oké. Okay. Tehát ez, ez egy ilyen érdekes hozzáállás. És most viszont súlyozva van, nyilván, mert a nikotinoson jövedéki adó van, a nulláson pedig nincs jövedéki adó. Úgyhogy, na hát erről talán ennyit, és aki egyébként a piacon akart maradni, az vérrel és verejtékkel, de, de a piacon tudott maradni, és hál' Istennek azért van egy pár magyar érdekeltségű gyártó, aki ben van a, a trafikokban, és minőséget képvisel a, az egyéb termékek mellett. Azt ugye az év végére pedig kipukkadt a, a nullás lufi, a, a, mire azt mondtuk, hogy az egyik szem, szemünk nevet, a másik egy picit sírdogál, mert azért ez most megint a szabályozatlanság köre lesz, és nem tudni, hogy jan, január 20-án nem rúgják erre a trafikra az ajtót, és azt mondják, hogy mit keres itt a nullás, amikor ezt mit tudom én, nem, nem lehet, mert mert hogy nincsen ez meg az. Tehát uh, aránylag nehéz kitalálni így a, a törvényhozónak a, a gondolatait, de azért próbáljuk. Én azt gondolom. Neked van ehhez valami hozzáfűzni valód? Igazából nincsen. Szerintem ezt nagyon kereken összefoglaltad a különféle aspektusait. Ne, szóval ez, ez egyébként egy tragédia. tehát uh, Nekünk van, van olyan uh, Uh, ismerős cégünk, aki dohánya foglalkozik, és basszus, tehát neki becsomagolni, vagy becsomagoltatni, uh, piacra tenni egy sodró dohányt, vagy egy uh, ilyen, még, de még akár uh, mondjuk uh, töltött uh, cigarettát, vagy szivarkát, vagy szivart, vagy bármit. Az annyira semmi a, a, a likvidhez képest, hogy, hogy az, az valami borzadály, érted? Tehát például a a, a dohányoknak sem nem kell vizsgálati edzőkönyv, sem nem kell semmi, érted? Nincsen regisztrációs díj, meg, meg izé meg nem tudom én mi. Van jövedéki, meg van egy csomagolási előírás, az betartod, és akkor hello, ennyi, ennyi. Tehát, hogyha ugyanennyi lenne egy likvidet, vagy egy készüléket ma a Magyarországon az elektromos cigaretta piacra bevinni, akkor sokkal, de sokkal könnyebb dolga lenne mindenkinek. De hát, ha. nyilvánvalóan ezek a, a, terhek, ezek beépülnek a a likvidárba, a készülékárakba, <tosz> mindenhová. Tehát most egy készülék regisztráció 475 ezer forint. Hát hány készüléket kell eladni ahhoz, hogy, hogy az bejöjjön? Hát igen, attól függ mennyivel Tehát, uh, az árát. De, és így jutottunk el az 1700 forintos 10 éves likvidekhez. Igen. Videghez, igen. így, van, így van, De egyébként valahol így van ebbe a dologba, Fifika, ha megnézed, mert hogy ugye ott van például a dohánytermék, ami megöl évente 25-30 ezer magyar, meg 800 ezer európait, meg ott van az elektromos cigaretta, amivel milliók adják abba a korábban említett e, halálos e, szokást. Egyértelmű, hogy a piacra kerülést eltérően kell szabályozni. Úgyhogy teljesen normális, hogy a kettőt piacra bocsájtani nem egyforma nehézségbe kerül. A csavar, csak ott van igazából, hogy fordítva történik a nehézség. Na most mondok, mondok valami bicska nyitogatót. A, az Icos az tavaly év közepén került Romániába forgalomba, egyébként az európai országok között talán az elsőként. De a Glow, amelyik most december tizen valahanyadikán debütált Romániába, az Romániába került forgalomba először. Ugye mind a kettő úgy, úgynevezett nem, nem, ég, nem, nem elégetett dohányjal működő eszköz, és ott csak hevíted a, a dohányt. És már az Ájkosznál érted, így forgatom a, az a dobozát, hogy ez úgy néz ki, mint egy rövid, nagyon rövid cigaretta, és tényleg nagyon-nagyon kevés dohány van benne, az is ilyen, ilyen, nem is tudom, ilyen préselt lapocskákból áll. És forgatom a dobozát, nézem, nézem, nem de kurva furcsa ezen valami, de kurva furcsa, nincsen rajta zárjegy. Mm. Tehát sem a, sem a gló, sem az ájkosz nem adózik jövedéki adót. Ö, a készülék, vagy a nem. Maga, maga a dohány. Tehát egy egyértelmű dohánytermékről van szó. El, hát a, tehát ettől egyértelműbbet ettől egyértelműbbet nem tudsz nekem mutatni, amikor kiszórod be, belőle a cuccot, és az, az egyértelmű. Tehát a, ha elégeted, ugyanolyan büdös, mint a dohány, de így hevítve is van egyfajta kicsit penetráns szaga, tehát nem, nem annyira hogy is mondjam neked, nem annyira tiszta, mint a, a, az e-cigaretta, mert ha e-cigarettázol és kimész egy helyiségből, e, aki, vagy nem kimész, hanem ott ülsz benne a, a helyiségben, nem csap meg semmilyen e, borzasztó szak, vagy ha Charlie a pofádba fújja a málnáját, de, de, de nincsen semmilyen cigarettára emlékeztető illata vagy szaga. Ha, ha egy ilyen álkozt vagy egy melletted, akkor egy ilyen nagyon-nagyon halvány ilyen, ilyen zöldfűves, hamutálas kicsit bűzös szak fog megcsapni. Nyilván nem olyan, mint egy égő cigarettái, de azért lehet rá asszociálni. És ez, ez, hogyha bemész egy zárt helyiségbe, ahol mit tudom én, öten-hatan ilyet szívnak, és utánuk egy fél órával bemész, érezni fogod. Míg az egy cigarettát nem, nyilván. De... De bakker, és mi van ráírva, baszki? Az van ráírva, hogy nem nem, ö, nem elégedhető. És ezzel már... És ezzel meg az egész. Ezzel már román... Na most érted, így végig gondolt, hát basszus, hát az egyszerűen se égetem el a likvidet, baszki, csak hevítem. Ráadásul ö, azt hiszem a Glow az 240 fokon, az Icos talán 280 fokon hevít, a, mit tudom én, az e egy gyöngébb tekerés, meg ilyen 200-220 fokon hevíti a, 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 tört. Semmi nem indokolja azt, hogy, hogy az e, tehát hogyha ez nem jövedéki termék, akkor az e-cigaretta miért az? Mondjuk nyilván ez csak nálunk. Igen, De hogy, igen. hogy hogy ez most akkor hogy? Tehát ezt magyarázza már meg nekem bárki, aki, aki okosabb nálam. Nyilván egyébként az lesz a, a nóta vége, hogy ez ilyen alacsony kockázatú, vagy csökkentett bocsánat, csökkentett kockázatú eszközként fog bekerülni a direktívákba. Előbb-utóbb meg fogják adóztatni. Érted? Csak uh, itt látszik a különbség a az, az e-cigaretta, ami alulról építkezett, és kis cégek húzták föl a hátukon, plusz uh, made in China, a a, a hoz és, és az icos képest, amit viszont kurva nagy multicégek uh, uh, hoztak be a piacra, az érdek uh, érvényesítő képességek különbözősége. Tehát mindig ezt szoktam mondani, hogy oké, okay, bakért, tehát lesz te a legfaszább vaper a világon, meg döngeteted a mellett, hogy te zárt helyiségbe szívod a cigit, meg törvényekre, és pult alatt tárolod a nikotint, bazd meg, és, és te vagy a császár, érted? De az érdekérvényesítő képességed az nulla konkrétan mondjuk egy Philip Morrishoz vagy egy Bathoz képest. Mert ők ezt el tudták érni te meg nem bosszus! <laughs> Fú, na most jó, kipanaszkodtam magam, és akkor mindenki egy picit pörgesse át az agyán ezt a, ezt a sztorit, hogy ez, ez mekkora igazságtalanság egyébként velünk szemben. Hát és nem is csak, hogy igazságtalanság, de akkor ez meg semmi értelme nincsen. Tehát, hogy így akárhonnan nézed, sehogy se kerek. Hát. Tehát ez heat not burn, ez nem még hát ez nem meríti ki a dohányzás fogalmát. Érted? Ez a, ez a jogi érvelés mellette. Nem meríti ki, a, mert a dohányzás fogalmában az van, hogy meg kell gyújtani. Tehát akár pipát, akár szivart, akár izét szívsz, azt meg kell gyújtani. Egyébként ebből kiindulva kíváncsi vagyok, hogy a, mondjuk a snüsszen van-e jövedékiadó, vagy a, a tubákon van-e jövedékiadó. Ez egy nagy kérdés, és a Snitsz az egy nagyon érdekes kérdés ebből a szempontból, mert ugye Svédországot leszámítva forgalmazási ban van rajta, tilalom. Ennek ellenére, tehát ennek ellenére a, a én mondjuk jó, hát én Dortmundba járok, járok, tehát minden évben elmegyek Dortmundba, és ott van a snüssz, tehát ott a kiállítók. Nem tudom, kinek állítanak egyébként ki, hogyha csak Svédországba lehet, de hogy van. Tehát uh, nyilván az Európán kívüli országok is uh, azért uh, a közel-keletiek meg, meg, mindenki megfordulott, tehát van értelme kiállítani, de hogy ott snűzt, azt így osztogatnak, érted? Ez az egyik, a másik meg, hogy osztogatni biztos lehet, ők azni nem. bocs Jobb, ja, igen. Biztos vagyok benne egyébként, hogy hogyha most fölmegyek a webre, tuti, hogy három kattintás után találok olyan helyet, ahol beküldik nekem a snűszt a cipős dobozba. Ja. Érted? Ja. Tehát, de ugyanilyen vékony jég a, 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 a tubákot viszont lehet nálunk kapni, ha jól tudom. Vagy legalábbis én még láttam évekkel ezelőtt tubákot. Na ez érdekes, ezt meg, meg ennek utána fogok nézni, és a következő adásban referálok, hogy ö, mi van, de amúgy meg van elmebeteg ö, ö, olyan e-cigarettás sóstásunk, aki meg ezt így áztatja, tehát hogy így a, a, kiáztatja a snüszt, érted? Ami eleve hülyeség, mert egy... Egy, egy ízesített dohányról beszélünk. Tehát arra nem biztos, hogy kíváncsi lennék, hogy a, a snüszben milyen ízesítő adalékokat használnak mondjuk a sherry vagy a vanília ízeléréséhez, és ez mennyire kurva jó kiáztatva vépelni. De hát erről nyilván nem lehet embereket meggyőzni, mert szilárd meggyőződésük az, hogy de. Mondjuk a tartalom az egy másik kérdés, mert szerintem a, a, az egy és a nulla közé lehet tenni, de egyszer, mert valakitől kaptam ilyen mintát, Isten bizony, megtitrálok egyet, hogy vajon mennyi ez a kiáztatott cucmájzba a, a, a nikotin. Most indult az él, és már is mennyi projekt? Igen, igen, és így jönnek a projektek elő. És, és ugye nehéz meggyőzni az embereket róla, hogy, hogy ez nem egy tekerésbarát megoldás, hogyha ha kiáztatod a bármit. Tehát én, én annak idején még ezt a projektet a, a mi is volt, az az ágyas likvid kapcsán azért így zongoráztam, és úgy nézett ki a, a laboratórium, mint a, tud, ez a, jó néni patikája, hogy mindenféle gyógynövény volt. És nem, tehát egyedül a macska gyökérnek van egy iszonyatosan finom lápszag illata, és azzal lehet bármit is kezdeni, de utána a szűrés és az ülepítés az, az egy olyan feladat, amit nem biztos, hogy otthoni körülmények között meg lehet oldani. Bár én nem atomi szinten keverek, tehát nem, nem tudom, meg ilyen párcikacigiket szívok, tehát nem, nem tudom ennek a a lényegét átlátni, de na. E, és ha már itt tartunk, akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy mit, mit várunk a, a 2018-as évtől. Hú, hirtelen ért ez a kérdés. A mondom én, -e aztán érlek, addig, addig, én a... átgondolod. Át mert nyilván te más aspektusokat fogsz ö, ö, fölhozni. Ö, hát én, én rettentően remélem, hogy előbb-utóbb tisztulni fog a, a, kép a szabályozást illetően, és ö, mondjuk megjelenik minden olyan intézmény, amelyik eddig nem jelent meg, de úgy gondolja, hogy köze van a, a polcokon lévő e cigarettához, és benyújtja a saját uh, egyedi igényét arra nézve, hogy a forgalmazóknak, illetve a gyártóknak még mit kéne megtenni azért, hogy uh, hogy a polcon maradhassanak. Ez az egyik. A másik a, az, hogy uh, ami nagyon uh, tisztázásra szorul, az a, még egyszer mondom, a nullásnak a, a státusza, hogy az most akkor lehet nagy kiszere nagyobb kiszerelésbe nem lehet, lehet trafikban, nem lehet. Lehet-e trafikon kívül forgalmazni, avagy nem, tehát, hogy erről valami hivatalos állásfoglalás szülessen, és akkor mindenki uh, tudjon ezzel úgy uh, dolgozni, ahogy azt a törvényi előírások vagy szabályozások megkívánják. <coughs> ez, ez rettentő fontos lenne egyébként. A másik uh, dolog az, hogy uh, azt látjuk, hogy egész Európában a két nagy multi elkezdte ezeket a, a dohány, csökkentett kockázatú dohánytermékeknek a forgalmazását, és az idei évre várható egy ilyen óriási fölfutás. Még az is előfordulhat egyébként, hogy Magyarországon is trafikforgalomba kerül ez csak ilyen, ilyen hír, de hogy egész Európában ezt be akarják vezetni, el akarják terjeszteni. Ami számunkra ebből érdekes lehet, az visszacsatolok itt az előbbi afférral a, a dohánytermék, ami nem ég és nem adózik, hogy hogy esetleg talán ennek a terméknek a bevezetése mentén van keresni valónk törvény módosítási szinten is, bár ha egyszer valamit kimondanak, azt nagyon nehezen szokták visszaszívni. Én, de, de azért én reménykedem, hogy, hogy, erre való hivatkozással, illetve hogyha erre létrehoznak egy külön termékcsoportot, és rámondják az áment, akkor esetleg egy, egy kisebb jövedéki adó, vagy egy élhetőbb jövedéki, vagy egy eltörölt jövedéki, az, az rettentő jót tenne a, az egész a, e piacnak, Aztán. A, 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 ezek a termékek egyébként, én azt gondolom, bár, bár most úgy állítják be, és, és érdemes erre figyelni, mintha ez az e utódja lenne. De hát azt azért mindenki tudja, hogy aki már próbálta ezt a fajta termékvonalat, hogy aki e és, és megkóstol egy ilyet, egy, az íze biztos, hogy nem fogja vonzani. Kettő, a gőze biztos, hogy nem fogja vonzani, mert még a, a cigarettától is ö, ö, kisebb vagy kevesebb, ez a gőzfüst élmény, és inkább a fordítottjára tippelek, tehát aki elkezd, aki le tudott jönni a cigarettáról, a Glow-val vagy az ájkosszal, és mondjuk a kezébe adnak egy értelmes készüléket, az valószínűleg sokkal, de sokkal könnyebben át fog tudni térni az e-cigarettára, vagy akár kettős főhasználóként fog használni e-cigarettát, mint aki egyből dohányzóként találkozik az e-cigarettával. Tehát én mindenféleképpen azt várom, hogy a, az e-cigaretta piac bővülni fog, szélesedni, viszont bizonyos szempontból szűkülni, tehát a, a tényleg most már vége lesz ezeknek a, a hogy is mondjam, nagyon pici manufaktúráknak, illetve az otthon, tehát az, hogy valaki otthon kever, az nyilván nem bűn, hanem aki otthon kever és feketén, vagy, vagy hát ebből próbál valami zseppénzt csinálni, szerintem ez az év lesz az, amikor könnyebben meg fogja égetni a bokáját, mint ahogy eddig nem illetve az is lehet, hogy a hatósági figyelem nagyobb lesz ebben a, az évben, látva az eredményeket, mint, mint, az előző évben, ami kvázi egy ilyen türelmi időszaknak lehet mondani. Úgyhogy én nagyjából ezt vizionálom a, a piacra. A, az is nyilvánvaló egyébként, hogy, hogy a, az olcsósítás jegyében a, a, nullás és a, a magas nikotin tartalmú likvidek násza, az jellemző lesz majd a, a piacra, nem, nem, csak itt, hanem akár Németországban is, tehát rengeteg ilyen 50-100 milli közötti készítményt lehet már is mondjuk a német piacon kapni, amiben csak egy Nikomaxot, vagy egy Nikosottot kell beletölteni, és akkor <kül> már egy nem tudom én, egy 3-4 mg erőségű leves van a birtokunkba és ez jóval olcsóbb, mint a, a 10 ml likvidet vet volna bárki. Amit az idén nagyon rendbe fogunk tenni, az az egyesület, legalábbis a terveim szerint. Ugye a tavalyi év az egy ilyen picit uh, uh, nyugodt év volt, nem igazán a, vártuk a törvényi változásokat, mi lesz, hogy lesz. Az Egyesület uh, átesett megint egy vizsgálaton, épp a héten küldtem el a törvényszéknek a, a papírjainkat. Uh, úgy néz ki, hogy ezt is túléltük. Ezt most nem tudom, hogy főjelentés nyomán, vagy nem vagy csak egyszerűen most a civil szervezetekkel jobban vagy odaadóbban foglalkoznak, mint eddig. De egyesületi szinten most már kell valamiféle egységfront és kibontakozás és valamiféle tömegbázis növelés ahhoz, hogy, hogy ha föláll az új kormány, akkor érdemben tudjunk tárgyalni és érdeket érvényesíteni, mert ahogy látjuk, ez, ez elég nehéz és kemény dió, és hogyha nem tartjuk a, a döntéshozás érverésén a kezünket, akkor mindenféle marhasággal tömik a, a fejünket meg. Úgyhogy szerintem ennyi, amit mondani akartam miközben összeszedtem a gondolataimat az idei évvel kapcsolatban. Úgyhogy nekem is van egy olyan megérzésem, az abszolút egyetértek lehet hogy a hatósági figyelem az a Sauron szeme Mordorból az elkezd majd nézelődni erre-arra. És, és egyfelül azért, mert néhányan nagyon hangosan csinálják az okosba megoldást, másfelül azért, mert Szerintem eltelt 5 év 2012 óta, több mint 5 év eltelt, és szinte biztos, hogy egy-két buzgó mócsing köztisztviselőnek már viszket az újja ravaszon, hogy dagadó kebellel razziázhasson újra itt meg ott. A tudod kik. <síns> és igen, úgy, igen. Hogy én... ki nem mondjuk a nevüket. Igen, én, én nem lennék meglepődve, hogyha a a határokon átívelő dolgokra, illetve az ilyen kicsi otthoniban dolgokra rászállnának. Fura módon én most az idei évet illetően nem vagyok annyira optimista, mint szoktam lenni. Egy ilyen bekövesedés feelingem van a dolgon. Nagyon sok, vagy érzésem van a dologgal kapcsolatban. Nagyon sok múlik ugye azon, hogy vélhetően áprilisban a választások alkalmával mi a fene lesz, mert hogyha ha ne vagy Isten nem lesz változás, akkor ez a galéri ez nem arról híres, hogy be tudja látni, a, hogy szereti belátni, vagy képes belátni a saját tévedéseit. Még akkor sem, hogyha mindenhonnan a világból az üvölt, hogy bazd meg, hát hülyék vagytok. Úgyhogy én, én reménykedem egy ilyen változásban, ami egy kicsit új szelet hozhat tényleg a, a döntéshozás és a, a jogalkotás berkeibe és úgy vagyok vele, hogy gyakorlatilag jöjjön bárhonnan, csak legyen valami más már. És ami egy kicsit ezzel kapcsolatos, hogy szerintem visszajön egy picit majd az a szocialista Magyarország feeling, így a, az ercegi közösség részére, amikor így nyugatra tekintgettünk irigykedve, hogy hogy ott miért nem hülyék az emberek, és hát ugye Anglia az abszolút torony magasan vezetni fogja a, a a leszokási mutatókat Európán belül, nyilván Svédországot leszámítva. És nekem van egy olyan meglátásom, hogy valami valami mozgolódik Németországba, hogy EU-n belül, ha már ugye itt az a nyomorult Brexit, hogy EU-n belül Németország fogja követni a, a, a pragmatikus tényekre támaszkodó angol példát, hogy legyen egy láb azért az EU-n belül ajtóba, de hát annyira az ajtóba, de annyira annyira lassan őrölnek egész egyszerűen ezek a malmok, hogy így a Balkán felé, meg ezzel a jogalkotói kultúrával, ami itt nálunk kialakult, csak kullogni fogunk, úgyhogy ilyen kis szomorú boci szemekkel fogunk kinézni a képzeletbeli vasfüggönyön túra, hogy basszus, egyszer nálunk is lehetett ilyet. <laughs> Igen. Igen. Ezeket érzem egy picit, és még ahogy hívják, hogy gondolkodtam el nálad, a, vagy amit mondtál a hitman kapcsolatban, mint ö, ö, csökkentett kockázatú termék, hogy ö, hogy nem nagyon engedheti meg magának a slep azt itthon, hogy a, a HMB termékeket. Ö, ne rosszabbra lője be. Bármi megtörténhet nálunk természetesen, de hogy alapvetően, ha egy kicsit is konzekvensek próbálnak lőni, amennyire túllőtek a célon az elektromos a szabályozásával kapcsolatban, hogy ne csináljanak hülyét magukból, a HMB-t az még durvábban kellene, hogy leszabályozzák, ahhoz, hogy legalább a látszata meg legyen annak, hogy, hogy valami arányosságot próbálnak tartani, amit nem fognak tudni, ugye, mert az egészből kilóg a lólád a dohánytermékek részéről. Úgyhogy, úgyhogy nem tudom. Ez egy érdekes valami lesz, hogy ezzel még mi lesz. Én, ha tippen nem kéne, én azt mondanám, hogy valami még nagyobb fasságot fognak kitalálni, ha ez egyáltalán lehetséges. Ö, oké, tehát akár fogadhatunk is rá egyébként, mert én meg azt gondolom, hogy nem. Tehát, Bármi ö, meg történhet, de hát az, az meg, akkor lehet, hogy naív vagyok megint szokás szerint, hogy hát naiv vagy Krisztián, mert, logikát mert a iszonyú, dolgok. tőkét, iszonyú tőkét toltak be a, a, piaci bevezet. Tehát egyrészt a fejlesztésbe, másrészt a piaci bevezetésbe. És uh, nyilván, hogy most egyébként ezeknek a termékeknek a bekerülési költsége az egy dolog, hogy mit tudom, megveszel egy készüléket, mert mondjuk 20 ezer forintot te is áldozol egy ECG kitre likviddel együtt. Ja. Még, még a, a hőskorba is emlékszem rá, hogy nekem a legelső ilyen nagyméretű készülékem az, hogy 16 ezer forint volt egy ajándék likviddel. Nagyjából egyébként ide lövik be a, a, az egyszeri bekerülési árát és akkor adnak hozzá 5-10 doboz, ezt sticknek hívják egyébként a ezt a cigarettát, amit bele kell dugni, és nem égeted el című fejezetet. De nagyjából ez a, a a bekerülési költség, viszont utána, ahogy veszed a stickeket, a stickek önmagukban nem sokkal olcsóbbak a cigarettánál. Tehát például az Icos Romániában benzinkúton pont annyiba kerül, mint egy doboz cigaretta. A, a Glow az most csak interneten keresztül érhető el, az ilyen 11 ron, tehát az egy ilyen 750 forint körül van egy doboz. Tehát az olcsóbb azért, mint egy 1200 vagy 1300 forintos cigaretta. De mindent összevéve, ugye ezeken akkora haszon van, amiből a marketingköltséget nekik vissza kell termelni, és hogyha erre ráteszik a jövedékét, igazából árat már nem emelhetnek. Tehát akkor ugye az ő, ő hasznuk lesz szűkebb, és tovább tart majd visszatermelni azt, amit eddig beleültek. De az nagyon jó látszik a, a dohányiparon, hogy folyamatosan keresi a kiutat a, az, az igen, folyamatosan keresi a kiutat, mert, mert ugye az prognosztizálható, hogy itt 20 éven belül a hagyományos égetett dohánytermékpiac az marginális lesz. Tehát nagyon szűk ö, fog lenni. Tehát talán majd lesz szivar, meg, meg pipázok, de az, én, én, még azt is el tudom képzelni, hogy 20 évvel nem lesz a mai értelembe vett cigaretta. Úgy legyen. Mint az egyik leg, legpusztítóbb formája ennek az egész sztorinak. Igazából bármelyik fele lesz a dolognak, tehát hogyha a túllőnek a célom, még jobban és fasságot csinálnak, akkor, akkor biztos, hogy a dohánycégek rápistulnak a történetre, ugye az érdekérvényesítő erejükkel és hogyha az tud mozogni, akkor az elektromos cigaretta miért nem tud mozogni, ha meg nagyon alá lőnek, akkor meg ettől még kurva hangosan tudunk sipákolni a mérsékelt érdekérvényesítő erőnkkel, de hát az, az meg már egy ilyen vétetetlen tartatatlan valami lesz. Tehát tudod mi az, ér, az, az érdekesebb az egész történetben, hogy önmagában, tömegében az az e egy növekvő tömeget jelentenek, és egyre nagyobb lenne az érdekérvényesítő erő az e-cigaretta mögött, hogyha mondjuk az Európai Egyesületek egy központi lobbiba tennék be a pénzeiket, illetve hát a, a tagdíjból befolyó pénzeiket, vagy, vagy a támogatói pénzeket, és akkor lenne legalább egy vagy két ember a, a, az uniós bizottságok környékén, aki, aki ezt a, a lobby erőt tudná kifejteni, mert így ilyen szétaprózva ö, tényleg a, a, a margóra tesz, Bárki minket. Tehát, míg egy Philip Morris, vagy egy BAT, vagy egy, egy Japan Tobacco erre fizet embereket, és, és komoly lobbyerővel rendelkezik, addig mi gyakorlatilag a, a nulla környékén járunk. Az egész TPD-2-es fasságot meg lehetett volna kerülni egy, egy erős lobby háttérre. Nem tudtuk. Nem tudtuk, mert, mert ahhoz meg, meg el vagyunk aprózódva, kevesek vagyunk, tehát ez nem egy nagy cég, hanem 5 millió kicsi. Hát annyit azért a TPD kapcsán sikerült elérni, ami már önmagában egy csoda kategória, hogy ugye a gyógyszerszabályozás sikerült időben megtorpedózni. És, és tényleg egy ennyire szerte ágazó, nem központosított valami, mint az elcigaretta a közösség esetében már önmagában ez egy kurva egy fegyvertény. De hát... Ott Jó, csak ez a... lehetett, tudod, ez a... Ez a, a, kurva ideális esetről beszélek. Meg, meg hát nyilván ez egy, tehát a, a, a Big Tobacco, amelyik nem tudom én, 150 éve a piacon van, meg az ECG, ami 10 éve a piacon van, nyilvánvalóan nem, nem mérhető uh, egy, egymáshoz. De, de, az látszik, hogy, hogy a, a, Big Tobacco nem igazán tud mit kezdeni a, az e-cigarettával. Uh, voltak próbálkozásaik, Romániával látványosan buktak egyébként. Uh, azt hiszem a az iFuse volt, ami mindenhol ott volt, és sehol nem vették. Tehát nyilvánvaló egy, egy ilyen piacon, ahol uh, hihetetlen módon változik a technológia, és, uh, és uh, ugye, mikor a hat hónapos bevezetésről beszéltünk, nem is értettük, hat hónap alatt elévülnek készülékek ezen a piacon. Hogy mit, mi volt a törvény alkotónak a, a, a szándéka ezzel a, a, dologgal? Nem, tehát még egy likvid esetében megérteném. Ott se értem meg, de megérteném. De hogy egy készülék esetében a mai világban egy ilyen hat hónapos várakozást beiktatni, miért? Hát azt mai napig nem hát, tudom megfejteni. És hát csúfosan meg, megbuktak ezzel a, az ego méretű a, Na, úgyhogy én, én kicsit, kicsit osztom a te álláspontodat hogy, hogy most úgy tűnik mintha ilyen állóvíz lenne de én azt gondolom hogy, hogy ezek a HMB termékek egy picit föl fogják kavarni az állóvizet és az ami nekünk eszünkbe jutott hogy hoppá várjunk csak ezen miért, miért nincs jövedéki a milyen meg miért van vagy ennek nem olyan szigorú a szabályozása, mint a, az elcigarettáknak, és ez mentén én, én várok azért némi javulást. És pont a németekre mutogattál, és igen, a németeknél kezd körvonalazód, körvonalazódni valamiféle észszerűsítés. Nem mellesleg egyébként a Németországban valaki jár kell, tehát még mindig kint vannak az utcákon a cigarettaplakátok, még mindig lehet automatából cigarettát venni, stb. 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 Tehát ott konkrétan a mi egészségügyi luditáink ott szörnyet halnának, csak így végmennének egy pár utcát Németországban. <kül> Úgyhogy reménykedünk. Tehát így, én így januárban mindig Reményteljesen fordulok a, az év felé. Meg hát nálunk is uh, ugye a, a választások miatt azért uh, várható, még ha én bizakodom abban, hogy, uh, hogy egy hogy a fékek és az ellensúlyok rendszere jobban fog működni, mint eddig. Tehát én nem nem, nem, nem jósolok semmit, hogy ki lesz kormányom, meg ki nem, de, de én azt várom, hogy, uh, hogy a fékek és az ellensúlyok rendszere jobban működjön. Úgy legyen, Fifika, úgy legyen. Igen. Szépen mondtam. <laughs> Úgyhogy ennyi, a szavazó fülke magányában meg majd mindenki eldönti, hogy ki, ki, volt az, aki a szívének kedves törvényeket hozott, vagy nem. <laughs> bár, bár, ezen az alapon működne ez a történet. <laughs> igen, 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 igen. És akkor <laughs> A... Fú, ez most ez egy nagyon szarpa lett volna, úgyhogy inkább nem is mondom. Tűrtőztes magad akkor. De aztán most már elmondom. És akkor szeretnék megköszönni soros támogatóink közreműködését az adás létrejöttében. Jó, Istenem! Ezúton is szeretnénk megköszönni minden támogatónknak, hogy hétről hétre segítik a munkánkat. Nélkületek is menne, de lényegesen nehezebb volna. Ha nem tudod esetleg, miről beszélünk, olvasd el a sónóczt, keresd a narancssárga patreon téglalapot, és kattints rá. Még egyszer köszönjük. 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 Mert hogy a mi Patreonjaink, akik uh, gondolnak ránk hétről hétre, és uh, és uh, támogatják azt, hogy a Krisztián a szabadságon legyen, és Nagyon mi köszön meg köszön. podcastelni tudjunk. Uh, igen, igen, igen. Ugye már a múlt héten lett volna podcast, a Krisztián nincs szabadságon, ezt csak így igazából, Mert elsifteltük. Mert hogy én két hét szünetet terveztem decemberbe, de aztán a Charlie fölhívta a figyelmemet rá, hogy ugye négy adást ígértünk decemberre, ami egy kicsit nem annyira passzol az én elképzeléseimmel, úgyhogy igazából plusz egy adás volt, tehát a két hét az csúszott, kellett ez a két hét pihenő, kellett ez a két hét pihenő. Az az igazság. Uh van még egy, egy pici, icci, de tényleg egy icipici pici hír, ami nem tartozik a, az e de, de annyira kell róla beszélni, mert, mert hihetetlen a, a számomra és ugye ezt elindítottuk aztán egy picit úgy úgy hogy minden héten kiveszünk egy hírt a hírfolyamból ami nem az értegrettához tartozik, de de mégis talán érdekelheti a, a hallgatókat és hát én hétről hétre figyelem a a médiát és uh, én csak úgy hívom magamban, hogy a, a piramis jelenség na. te láttál már a piramisból egy adást is, Krisztián mi az Isten az a piramis? na hát ez az azt biztosítod, hogy a, a Stólandrás András leigazolt a TV2-höz Fifika, nekem nincsen tévé adásom. nincs tévé, úristen. Krisztián, a, a, így nehéz lesz veled beszélgetni. Hogy e, velem, van a barátom. Szóval a TV2 egy, egy nézettségét tekintve leszakadt csatorna lett a, az RTL klubhoz képest. Én szoktam nézni ezeket a, a TV csatornák nézettségi adatait, és hát a TV2 2021-re lapot húzott, és megvett egy ilyen vetélkedő műsort, aminek az a neve, hogy A Piramis. És képzelj el egy ilyen piramis alakú ö, falat, amiben ö, ilyen botlasztók vannak sorba, fölülről elindul egy golyó, az ott oda-vissza pattog a, ezek között a botlasztó rudak között és az alján pedig összegek vannak és valamelyikbe beleesik és akkor itt lehet pénzt nyerni kérdéseket tesznek föl ha jó válaszolt, akkor megkapod a pénzt, ha szarul, akkor levonják amit ö, ott a golyó művelt veled, na és akkor ebből és azt láttam, hogy egyszer csak a TV2, amely eddig ilyen nézőhátrányban volt az RTL klubban, szembe egyszer csak elkezdett szárnyalni apám, ez az egy műsor, érted, uh, evit az RTL klub nézőit. Pedig egy annyira bamba, és egy olyan, hát én nem is tudom neked elmondani, egy, egyet érdemes megnézni, mert én még embereket így üvölteni bakker életemben nem láttam. <laughs> Nagy közönség előtt, tehát tudod, mit, nem, nem tudom mekkora nézőszám van egy adásnak, de mondjuk nézi két és fél millió ember, vagy másfél millió ember. És ezek ott üvöltenek, hogy hova menjen a golyó, érted? Tehát ilyen Jedi folyam. Tudod, ez szóval. próbálják az, az, erővel befolyásolni a, a golyó útját, és ez hétről hétre elviszi az RTL klubnak a, a nézőszámot, és az RTL bármit csinál, tehát hogy beteszem a, a cikket, bármit átszervezi a műsor struktúráját, bármit csinál, nem bírja utolérnie ezt az egy, egy, tehát egyébként egy eléggé számomra legalábbis bugyuta, és tele van bugyuta kérdésekkel. Ez elég sok uh, elmond egyébként az átigazolt nézőkről is. <laughs> és mondom, én, én azt hiszem kettőt bírtam így épésszel végignézni, mert utána azt mondtam, hogy úristen, ez, ez, a műsor az, ami így szipkázza el a, a, De ez nagyon jellemző tényleg a, a színvonalra, hogy egy ilyen műsorra bakker meg lehet fordítani egy nézettségi számot. Tényleg csak gratulálni tudok. <laughs> Úgyhogy ez volt a, a mai ö, hírünk. A videóba ö, be fogom tenni a Roland JD-XI <laughs> szintetizátornak a demóját, hogyha valakit érdekel, és, és ö, esetleg megkívánta tőlem, akkor nézze meg, hogy ez mit tud. Illetve a, a kultúrába pedig egy cikket, ami Szerintem nagyon jó pofa. Kiadtak egy ilyen összerakós játékot, amit lehet programozni. És ez nekem azért a szívem csücske, mert gyakorlatilag a 8-bites kompjúterek óta a programozás abszolút háttérbe szorult a számítógépeken. Ezt én nem kimondottan érzem így. Te ezt nem érzed, de de hogy annak idején, amikor vettél egy plusz négyet, egy C64-et, egy C16-ot, vagy egy spektrumot, akkor, akkor ha akartod, hanem azért valamennyire bele kellett mélyedni ebbe a, a programozás című fejezetbe. Hát legalább mit tudom én betölteni a a lemez vagy a kazett tartalmát, vagy elindítani, tehát ilyen parancsokat meg kellett tanulni, stb. stb. Ha valakinek volt egy kis vonzalma a dolog iránt, én például úgy kezdtem el programozni, és ezt nem szégyellem, hogy megvettem a hetet-hét Commodore című három részes füzetet, amiben természetesen basic programnyelv volt leírva, és én abból kezdtem el tanulni, és én élveztem. Tehát ezt a mai napig nem szégyelem bevallani, hogy a, a matematika iránti érdeklődésem konkrétan a nullával volt egyenlő, amíg nem vettem számítógépet. És nekem onnantól kezdve tárult ki a matematika világa, meg, meg kezdtem el, mit tudom én, algoritmusokat, meg, meg mindenféle azt valami. 1800 soros BASIC programon volt ilyen grafikai bemutató program, meg oh. fú, imádtam. Mondjuk a keresést nem annyira, de 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 az, az egy nagyon jó szemléletváltás volt, és ahogy jött a jöttek a nagyobb gépek, már a 16 bitesek, a PC-kről már nem is beszélek, ott már így elsikkadt. Még, még talán PC-n mm, még a, 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 doszos, nem tudom, te hol, hol szálltál be ebbe a PC-s világba, Krisztián? XT környékén. Hát akkor elég korán beszálltál. Igen. Emlékszel az Apache nevű helikopter szimulátorra? Nem én. Hát az már pedig 386 volt. Én nem és talán azot az az, a... én programoztam, az volt az első ilyen, ilyen 3D-s jellegű szimulátor, és ott gyakorlatilag cipőkanállal kellett a kurva memóriát kipucolni, hogy, hogy elinduljon a játék. És ilyen, ilyen selleket írtunk a, a doszindításhoz, hogy apacs, és akkor tudtam, hogy az a, a 640K, 6, 6, meg, meg ide-oda memória, meg ez, ez, se induljon, meg az se induljon, meg, meg ú, hihetetlen. Ez a Sztorik tuning része, mentek. ez megvan, ha nem is az apas kapcsán, de ez a tuning, igen, mi, mi az utolsó pár byte is kifacsarni. Igen, abból igen, igen, igen. 640 <gül> <kilobáltból>. <gül> Hú, és akkor ott jöttek a CD-romok. Bakker érted? Hát mondom, nem igaz, baszki, ez mennyit elvisz ez a kurva CD-rom, És akkor így, ú, akkor volt ilyen orosz dosz, amiben már beépített CD-rom kezelés volt. Már, már, má nevére sem emlékszem, pedig nagyon jó volt. Hát szóval, na, ö, de hogy... Háj, m ez a 386 exe. Ne <gülmény> <A> <jö. gülmény> <Igen. gülmény> Ugye? Csak, csak visszajönnek azok a régi, azok a régi feelingek. És az, mondja, ez a programozás egy picit háttérbe szorult, és most bakker lehet marha jó. A Legónak is volt már, de ez a Legótól független cég, és Jimu, üptek, üptek Jimu, bárja, nem, mondom a teljes nevét, üptek Jimu Karbot, kit. És ez egy irányítható, programozható jármű, szerintem zseniális, és gyerekeknek főleg, mert ez egy autó, és akkor mindenféle dolgot meg lehet tanulni, itt már nem csak a, a részlettségekből lehet összepakolni, nem csak az elektronikát, hanem ezt programozni lehet, és akkor ilyen baromi jópofa dolog jön ki belőle. Ezt mindenkinek ajánlom, akit érdekel, és mondjuk van ilyen tíz éves forma gyermeke, hogy olvasgassa el ezt a cikket, hát ha kedvet kap ehhez a, a játékhoz, mert én megmondom őszintén, megnéztem, és nekem rettentően tetszett. Tehát, hogyha én gyerek lennék, tudja, hogy addig húznám a szüleim fülét, amíg nem vennének egy ilyet nekem. Hát ennyi lett volna mára. Krisztián, neked esetleg még... Jaj, Na. jutott az eszembe valami. Nem. Ja, Azt jaj, jutott-e jutott -e még az eszembe. Az jutott az eszembe, hogy <laughs> nagyon éhes vagyok. <laughs> Remek az időzítésed. Oké, okay, akkor nem, mert mostanában neked ezzel a lekésem a pincért kezdetű üzeneteidet olvasgatom. Fejezzük már be, mert lekésem a pincért, nem tudok kaját. Igen, Endel. de ma készültem. Uh, ma készültem, igen. Tanultam de ma készültem, előző... okay. Köszönjük. Köszönjük szépen a figyelmeteket, az év első podcastjét hallottátok. Még egyszer így visszamenőleg is mindenkinek boldog új évet, és bízunk a jövőben. Egy élmény volt. Sziasztok! Szuper 2018-at kívánok mindenkinek. Köszi, sziasztok!